Nemrég megkezdődött az olimpiai kvalifikációs időszak második éve, így ismét fontos a jó szereplés a triatlonozók számára. Faldum Gábor eddig remekül teljesített, így minden esélye megvan a riói részvételre. A Londonban rendezett sprinttávú világbajnoki futamon ismét a teljes élmezőny rajthoz állt, világbajnoki és olimpiai dobogósok ellen versenyzett Gábor. A mogyiese kiválósága végül a 32. helyen ért célba. Nagyon erős futó mezőnnyel szálltam, én le egy kör tudtam az elejével elfutni, de tényleg végig az volt, hogy kellemetlenül gyors volt. Jó időt futottam így a összességében a versenyen, de nagyon még jobb idők születtek az én soromból, így 32 lett a vége. Az eredménynek örülök, de én nekem azért nem ez volt a cél, egy top 20-at szerettem volna. A versenyt a helyszínen tekintette meg a mogyiese trénere, Bajai Péter. A vezetőedző elégedett volt, hiszen ezt megelőzően Faldum Gábor betegség miatt kihagyta a klubcsapat országos bajnokságot. Sikerült helyre tennie magát, de az a pár nap, az edzés az egy kicsit a gyorsaságából az hiányzott. London sprinttávú verseny volt, nagyon gyors volt. Elkezdte, jól futott az elején, csak egy olyan 2-3 kilóig egy 10 másodpercre elengedte a bolyt, és az ott elég volt, tehát ott 15 másodpercen bejöttek 10-en is. Most ebből annyira nem jött ki jól. Faldum Gábor ezzel a szerepléssel mintegy 90 olimpiai pontot szerzett. Folytatás két hét múlva a Bakuban rendezett Európa játékokon, ahol az első helyezett automatikusan kvalifikálja magát az olimpiára.